Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Fórumot tartottak a duális képzésről, módosultak a jogszabályok. Ülésezett a pénzügyi bizottság, több százmillió forintot követel a Volán az önkormányzattól. Poloska invázió az otthonokban, nincs igazán hatásos módszer a rovarok ellen. Egészséghét Bonyhádon, a szakember szerint legfontosabban megelőzés. Jogszabályi változások történtek a duális képzésben. Erről tartottak fórumot a Babits Mihály Kulturális Központban, Szekszárdon. Az eseményen részt vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezető helyettese, aki részletesen ismertette a jelenlévőkkel az újdonságokat. Szeptember 1-től a szakképzést érintő jogszabályok módosultak. Erről fórumot tartottak a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum és a Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. Az eseményen részt vett Mátyus Mihály főosztályvezető helyettes, a Kulturális és Innovációs Minisztériumból, aki a változásokról tartott előadást. A törvények hatályba léptek, mint a jogszabályok, ugye azt tudjuk, hogy a szakképzésbe hála is mindösszesen 2 jogszabályt kell nézni, a szakképzési törvényt és annak a végrehajtási rendeletét, kormányrendeletét. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megjegyezte, a szakképzésben szükségessé vált a változás. Arra gondolok, hogy olyan tanulókat képeztek végül pályakezdőként, akikre nem volt felvevő kereslet a piacon. Tehát az a legfontosabb, hogy ebből a szempontból itt fordítva kell gondolkodni. A munkaerőpiac igényeit kell meghallgatni, hogy ki az, akit tudnának foglalkoztatni. És ha olyan embereket képeznek, akit a munkaerőpiac felvesz, akkor sikeres a szakképzés. A módosítás elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. Ez értelemszerűen érinti a szakképzési centrumot, pontosabban nem is igazán a centrumot, hanem a centrum részeként működő szakképző intézményeinket, és ugyanúgy érinti a duális partnereinket is, hiszen a változások minden résztvevőre kihatnak valamilyen formában. Van olyan része értelemszerűen, ami inkább az iskolákra vetül sokkal jobban, és van olyan része, ami közösen is megjelenik. Így most a képzési programjainkat újra át kell tekintsük. A jogszabályi változások javarészt egyszerűsítették az elszámolás során figyelembe veendő szempontokat, ezáltal könnyebbé vált a számítás menete, mind a szabadságok, mind pedig a bérek tekintetében. A napelemeknél néhány héten belül felülvizsgálják a feltáplálási stratégiát, és a zárolás tekintélyes részét megnyithatják. Továbbá lehetőség mutatkozik a távfő árának újabb drasztikus csökkentésére az önkormányzatok és vállalkozások számára, mondta az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára. Czepek Gábor hangsúlyozta, a kormányzat számára fontos, hogy ne csak makroszinten, hanem lakossági szinten is törekedjen az ország a függetlenségre az energiaellátásban. Az Energiaügyi Minisztérium felvázolt egy 10 éves, több ezer milliárd forintos energiaszuverenitási munkaprogramot, amely számos nagy fejlesztést tartalmaz, tette hozzá. Beszélt arról is, hogy az országban jelenleg 5100 megawatt teljesítményű napelem van, ebből 3500 ipari, 2000 háztartási. Az elszámolási problémák rendezését követően néhány héten belül válik lehetővé az energetikai kormányzat számára a feltáplálási stratégia felülvizsgálata. A szakképzés egyik legfontosabb célja a munkanélküliség megelőzése, olyan piacképes szakmákat kell a fiatalok kezébe adni, amivel tudnak, akarnak és képesek lesznek dolgozni, hangsúlyozta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára szerdán. Comba Sándor azt mondta, hogy amíg van rá lehetőség, addig magyarokkal kell feltölteni az itt működő cégek álláshelyeit. Hozzátette, az elmúlt időszak alapján egyértelmű, hogy a cégek alapvetően hazai munkatársakat keresnek, csak sajnos fogytán van a használható, hadrafogható magyar munkaerő. Ezért kell mindent megtenni, segíteni minden eszközzel, lehetőséggel a jelenleg munkanélkül lévő embereket, emelte ki.
Több száz millió forintot követel a Volán az önkormányzattól a 2022-ben nyújtott szolgáltatásért. Máté Péter, a közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke azt mondja, most egy 150 millió forintos tartozást próbálnak realizálni, amely összeget egyébként a megállapodás aláírását követően egyből ki is fizet az önkormányzat az állami cégnek. Ülést tartott Szekszárdváros közgyűlésének pénzügyi bizottsága. A testület először a város helyi tömegközlekedésének teljesítményéről szóló beszámolót vitatta meg, miszerint a Tolnai vármegyeszékhely több száz millió forinttal tartozik a Volánnak. Máté Péter, a bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy nem túl jó a helyzetük. A 2021-es év az peresítve van, ott hamarosan valószínűleg elbukik a pert. Egyelőre nem áll jól a helyzet, mivel a polgármester elismerte a átszerző tartozást, tehát itt a pert ezt bukjuk. A 2022-est még vitatjuk, a 2023-as évben jelenleg szolgáltatási szerződést nem írtuk még alá, és ennek szerződésnek az aláírásához a Volánus olyan feltételeket köt, amit nem szeretnénk teljesíteni, nevezetesen tartozás elismerő nyilatkozat, ami azt jelenti, hogy beinkaszózhatja a számlánkat, ezt nem akarunk hozzájárulni. A bizottság szerződés tervezete sokkal kisebb ráfizetést tenne lehetővé a vármegyeszékhely részéről. Egy 150 millió forintos tartozást próbálnak realizálni, amely összeget egyébként a megállapodás aláírását követően egyből ki is fizet a város. A napirendek között szerepelt még egyébként a Tudásközpont közbeszerzési tanácsadójának díja is, amit jóvá hagytak a tagok. És van egy örömteli hír. A egyik szerver beszerzés az szerencsére a tervezett 170 millió 109 millió forintért megvalósul, úgyhogy ez mindenképp egy örömhír, hogy végre nem a legdrágábban vettünk, hanem tudtunk olcsóbban is venni, közben szerencsére ezt sikerült megvalósítani. Erről döntöttünk. A pénzügyi bizottság összesen 5 napirendi pontot tárgyalt, ebből 3-at zárt ülés keretében. Az ukrán gabona importtal szembeni további együttes lépéseket egyeztették a visegrádi együttműködés országai. Az agrárminiszteri találkozón Magyarországot Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár képviselte, közölte az Agrártárca. A közlemény szerint a tanácskozáson elhangzottak érzékletesen mutatták meg, hogy a gabona piaci helyzet minden Ukrajnával szomszédos országban hasonló. Akadozik a terményértékesítés, alacsonyak az árak, telítettek a raktárkapacitások, és nehéz helyzetben vannak a termelők. Uniós rendelkezés hiánya a lengyelek, szlovákok és magyarok nemzeti szabályozással korlátozzák tovább az importot szeptember 15-e után is, hiszen a piaci helyzetben változás nem történt. A visegrádi együttműködés országai az Európai Bizottságtól végre tényleges, a közép-európai gazdálkodókat segítő aktivitást és a szárazföldi szállítási folyosok Európán kívüli piacokra történő tényleges használatát, az ukrán árakat a kikötőkbe segítő tranzit támogatását követelnek. Poloska invázió keseríti meg az emberek mindennapjait országszerte. Az ősz beálltával a rovarok tömegesen húzódnak be a lakásokba, házakba, megzavarva ezzel az otthoni pihenést és a munkába töltött időt is. A szakértő azt mondja, egyelőre nincs igazán hatásos módszer a hivatlan vendégek ellen, de több ígéretes kutatás van folyamatban, és házi praktikák is léteznek. Poloska az ablakon, gyakori látvány ez mostanában. Sokak mindennapjait keserítik meg ezek a hivatlan kártevők. Az apró rovarok a hideg miatt húzódnak be az emberek közelébe. Mivel 1 centiméternél is kisebbek lehetnek, ezért könnyedén átbújnak a repedéseken, de gyakran a szigeteléssel is megküzdenek. A poloskáknak nagyjából 900 fajuk ismert. Idehaza főként a zöld vándorral, ami bűzös szagot enged ki, ha veszélyt érez, és a barnás márványossal találkozhatunk. Mindkettő inváziós, vagyis behurcolt, és köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat az ember társaságában. A világos szín vonza őket, a fa burkolat nagyon kedvező számukra a meleg miatt, ugye telelőhelynek ruha, szövet, egyebek, és hát ez óriási kellemetlenséget okoz. Most van ennek a fő időszaka, az utóbbi napokban elképesztő számban tömegesen kezdtek el behúzódni az épületekhez, és hát nagyon nehéz a védekezés ellene. Vannak most új eredmények, remények, hát majd következő évek eldöntik, hogy mi lesz ennek a sorsa ennek a védekezési lehetőségeknek.
A kutatók több ígéretes megoldáson is dolgoznak, sőt, természetes ellenfelük is van a poloskáknak idehaza. A japán szamurájdarás parazitálja a rovarokat, az énekes madarak, valamint a denevérek pedig megeszik azokat, és házi praktikák is léteznek ellenük. Vannak csalogató növények, mint a gabonafélék, egy-egy szem búzát vagy árpát elültetve oda vonzza az összeset, össze lehet szedni. Aztán vannak riasztó növények, menta, ánizs, kakukkfű, bazsalikon a kertbe, ha lehet ültetni, levendula, ezek fokhagyma, ezek riasztják. És hát most utolsó sorban marad a házfalakról, vagy a ruhákon figyelve, kiterített száradó ruhákon a poloskák összegyűjtése, illetve kereskedelmi forgalomba kapható poloska írtó sprékkel lefújni. A poloskák elleni harcját egyelőre még nem működik idehaza olyan szervezett keretek között, mint a szúnyogok írtása, de néhány év múlva talán arra is sor kerülhet. Egészséghét zajlik Bonyhádon. A programsorozat keretében a szervezők különböző előadásokkal próbálják felhívni a figyelmet a megelőzés és a tudatos életmód fontosságára. Bonyhádon idén is megszervezték az egészséghetet. A városban fontosnak tartják felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve a különböző betegségekre. A szakértő megjegyezte, hogy hazánkban az ízületi problémák már népbetegséggé váltak, így kiemelten fontos a prevenció. Az emberi test, ha nem kapja meg a mindennap igényelt szükséges tápanyagot, akkor elkezd bizonyos irányba menni, változni, és ezek ilyen jellemző betegségcsoportokba torkollanak, és köztük ugyanúgy, hogy a pajzsmirigy, vagy a máj, a zsírmáj, vagy az ízületek, az ízület a lágyrészt csontrendszer révén nagyon-nagyon fontos, hogy minél tovább épségben tartsuk, mert hogyha meg még egy túlsúlyan rányomunk, akkor az nagyon nagy igénybevételt jelent a test számára, és ezért nagyon fontos, hogy az ízületeket, csontot, lágyrészt minden nap tápláljuk, minden nap foglalkozunk a testünkkel. Az életünk minőségét, vitalitásunkat és egészségi állapotunkat nagy mértékben meghatározza, hogy milyen táplálékot juttatunk a szervezetünkbe. A szakértő erre is hasznos tippeket ad. Sokszor a szomjúságot is éhségnek éljük meg, neki esik egy bizonyos dolognak, hát mi az, ami leggyorsabban eredményt hoz? Hát a szénhidrát. Ez az, amit le kell szorítani. Különben mi nagyon sok mindenkinek tanítjuk ezt, a tányérmódszert. Biztosan sokan hallottak már róla, hogyha egy tányért, kerek tányért magunk elé képzelünk, négy részre osszuk, akkor az egyik negyede a fehérje, a másik negyede a szénhidrát, és a két fent maradó maradék negyed, azaz a fele, az pedig a zöldség. A megfelelő táplálékbevitel nem csak a betegségek megelőzését segíti, de a mentális egészségünkre, a bőrünk állapotára és még a hajnövekedésre is hatással van, mondja a szakértő. Regionális híreink következnek. Baleset veszélyes épületben próbál a Mecsek táncegyüttes, a pécsi Fidesz létrehozná a Magyar Folklórházat. Tartozás vagy túlfizetés, 2 millió adószámla értesítő érkezik október végéig. Sportos életmód és jótékonykodás, megtartották a cementgyári futást Királyegyházán. Rossz állapotú, baleset veszélyes épületben kénytelen próbálni a Mecsek táncegyüttes a baloldali vezetésű Pécs városában. A helyi Fidesz viszont a Magyar Folklórházát tervezi megvalósítani a Baranyavár megyei székhelyen. Erről tartott tájékoztatót Szabó Sándor, a Mecsek táncegyüttes egyesület elnöke Pécsen a sajtóképviselőinek. Igen, csak leromlott balesetveszélyes állapotban van a Pécsi Kulturális Központ épülete, ahol a Mecsek Táncegyüttes Egyesület próbál a fellépéseikre. Egy korábbi épületet még az előző jobboldali városvezetéstől kaptak, amelyet kezdtek rendbetenni. Ezt azonban alig egy év után a baloldali vezetés elvette az együttestől. Erről beszélt a sajtó képviselőinek Szabó Sándor, a Mecsek Táncegyüttes Egyesület elnöke kedden. Tettünk is már lépéseket korábban, és egy időben meg is történt az, hogy a városvezetés ezelőtt 5 évvel egy épületet kijelölt nekünk, hogy ez legyen a Népzene Néptáncháza. És nagyon nagy lendülettel mi belefogtunk, elkezdtük ezt az épületet felújítani, kitakarítani, megtervezni, megálmodni. Majd egy idő után, ez éppen 4 éve,
hogy ezt a dolgot elvették tőlünk, és az épület azóta is ott áll elvilegben üresen. Mi pedig lenn egy olyan épületben próbálunk, és olyan működünk, ahol életveszélyes az épület állaga, illetve folyamatosan leázik, beázik, és úgy van aláducolva. Régi vágyuk, hogy létrejöjjön a Magyar Folklórháza. Ez a gondolat, hogy megvalósuljon itt Pécset és Dél-Dunántúlon a népművészet, a népzene néptáncháza, ez már egy régóta vágyott feladat és igény. Ugyanúgy, mint az ország számos pontján, mondjuk Budapesten, hogy más nem mondjak, a fonó. Ezek a közösségi házak, terek, ezek össze tudják úgy gyűjteni ezt a kultúrát, amihez szervesen tartozik a tárgyi művészet is, hogy ennek legyen egy olyan otthona, ahova azok az emberek, azok a polgárok el tudnak jönni, akik a kultúra felé nyitottak és szeretnék megtanulni, szeretnék használni, szeretnék művelni. Ha az életveszélyes Pécsi Kulturális Központból kikerülnek, nem tudják, hova menjenek. A Nagymúltú Együttes 65 plusz 3 éves tavasszal tartották jubileumi műsorukat. Folyamatosan küldi a számla értesítőket az adóhivatal. Október végéig mintegy 2 millió dokumentum jut el így az érintettekhez. Azonban ezek értelmezése nem mindig zökkenőmentes, így van, aki nem tudja, hogy tartozik a NAV-nak, vagy túlfizetése lenne. Érkeznek az adószámla értesítések. Október végéig mintegy 2 millió ember számíthat erre a dokumentumra. Azonban nem érintett mindenki, tudtuk meg a NAV baranyai sajtóreferensétől. Adószámla értesítést azok az adózók kapnak, akiknek legalább egy adónemen 5000 forintot meghaladó tartozása, vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetése van. Akiknek van elektronikus elérési lehetősége elektronikusan, akiknek nincs, postai úton fogják megkapni az adószámla értesítőt. Abban az esetben, hogyha az adózó a tavalyi évben késedelmesen vagy nem fizette be az adót, abban az esetben késedelmi pótlék tájékoztatót is fog kapni. Ebben az időszakban megnövekszik az ügyfélforgalom az adóhivatalnál, ugyanis nem mindenkinek egyértelmű, hogy mit jelentenek az adatok az értesítőn, mondja Barlai Krisztina. A legtöbb problémát a plusz és a mínusz jelek értelmezése szokott okozni. Abban az esetben, hogyha plusz egyenleg szerepel az adószámlán, akkor tartozása van az adózónak, hogyha mínusz jelöléssel szerepel összeg az adószámlán, akkor pedig túlfizetése. Problémát szokott még okozni a kvázi túlfizetésként megjelenő adóelőleg, amelyhez mindig kapcsolódik egy bevallás, amely rendezett befizetését teszi ezt a túlfizetést. Ha sikerült értelmezni, hogy valakinek adótartozása vagy túlfizetése van, akkor felmerül a kérdés, hogyan lehet ezeket rendezni. Abban az esetben, hogyha az adózónak túlfizetése van, az AdWut 17 elnevezésű nyomtatványon tudja visszaigényelni ezt az összeget. Abban az esetben, hogyha tartozása van, akkor az banki utalással, csekkes fizetéssel vagy elektronikus fizetési módok valamelyikével tudja rendezni. Abban az esetben, hogyha az egyik adónemen túlfizetése van, a másik adónemen pedig tartozása, ugyanezen a nyomtatványon tudja átvezetni a túlfizetést a tartozásos adónemre. Ha valaki nem tudja egy összegben befizetni a tartozását, akkor fizetési könnyítést kérhet a hivataltól. Egyébként az adószámla aktuális állapotát a NAV elektronikus ügyintézési felületein bármikor megnézheti az adózó, mondta Adópercek című műsorunkban a sajtóreferens. Több éves hagyományt követve idén is megrendezték az Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc Királyegyháza jótékonysági futóversenyt. Az eseményt a korábbi évek sikeres együttműködését követve idén is Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, Királyegyháza és Szent Lőrinc települések önkormányzatai, valamint a Holcim Magyarország Kft. Közösen szervezi a helyi civilek bevonásával. Hello, csajok! Gratulálunk nektek! Nagyon ügyesek voltatok! Érkeznek a futók a Királyegyházi Cementgyár parkolójában felállított célvonalhoz. A beérkezők mindegyike érmet kapott a nyakába. Nekem ez a harmadik futóversenyem itt. Én voltam tavaly is, és tavaly előtt is. Nagyon szeretem futni ezt a távot, csak volt egy csípőizéleti gyulladásom, és emiatt nehezebb. Azért szerettem én is ezt a távot, mert én ezeket a hosszú távokat szeretem jobban. Nekem ez az első ilyen versenyem, de szerintem jó volt. Most 8-osok vagyunk, de lehet, hogy még jövőre visszajövünk.
3 kilométert futottak le a lányok, akik Szigetvárról érkeztek. Több távon vártak a kicsiket és nagyokat a megmérettetésre. 3, 4 és 11 kilométert lehetett teljesíteniük az indulóknak. Egy újabb örömünnep van ma, hiszen ma rendeztük meg az Együk a Gyermekekért futóversenyt, ahova több mint 500 jelentkező jelezte részvételi szándékát, és ennyien el is jöttek a három távra, ugye 3, 4 és 11 kilométeren futhatnak itt a gyerekek. Nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, és ez egy nagyon nemes rendezvény is, hiszen a részvételi díjakból összegyűjtött pénzt azt a környékbeli iskolák sporteszközeire tudjuk költeni, ami mindig nagy örömömre szolgál az, hogy ezeket ki tudjuk osztani, és látszik a gyerekek öröme is, hogy futnak is, és hogy megkapják a sportszereket, úgyhogy ez egy abszolút win-win helyzet, amit itt elő tudtunk idézni. A nevezési díjakból befolyt összeg mellett adományokkal is lehetett segíteni az iskolák sportszervásárlását. Közel 600 000 forint bevételre számítunk, azért azt gondolom, hogy ez egy jelentős tétel itt az iskolák életében. A 8. alkalommal megrendezett közösségi futás és futóverseny célkitűzése továbbra is az egészséges és aktív sportos életmód népszerűsítése a helyi lakosság, kiemelten a fiatal generációk körében. Mindezt összekötve egy jótékony akcióval. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Fórumot tartottak a duális képzésről, módosultak a jogszabályok. Ülésezett a pénzügyi bizottság, több 100 millió forintot követel a Volán az önkormányzattól. Poloska invázió az otthonokban, nincs igazán hatásos módszer a rovarok ellen. Egészséghét Bonyhádon, a szakember szerint legfontosabb a megelőzés. Csütörtökön folytatódik a többnyire derült idő, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, este, éjszaka számottevően nem változik időjárásunk. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!